az 5 év távlatában, most visszatekintve erről a napról, egyértelműen nem gondoltuk volna, hogy 5 évig megéljük, vagy megleszünk, vagy fogunk tudni alkotni. Egyszerűen abban a pillanatban csak akartunk zenélni, akartam egyik társammal egy együttest megalakítani és zenélni. Akkor még nem tudtuk, hogy ilyen hosszan, vagy milyen ideig fog ezt tartani, csak aztán menet közben alakult így, hogy jöttek a lehetőségek, jöttek a tanulási lehetőségek, a szükség olyan téren, hogy nagyon sokat kellett tanulnunk, nagyon sokat kellett strapálnunk, nagyon sokat kellett alkalmazkodnunk, és aztán idáig jutottunk, közben bővültünk, cserélődtünk a zenészek, de igyekeztünk, amire később rá is jöttünk, igyekeztünk egy bizonyos nem nagy körben, nem nagy körből összeállni, én lakterületet értek, hogy valójában egyformán tudjunk kommunikálni, gondolkodni, próbára eljárni, minél kevesebb időt tölteni az utazásra, és minél hamarabb össze tudjunk jönni, össze tudjunk járni, valamilyen térre még gondolkodásba is összetartozni. Így lassan fejlődtünk, fellépésről fellépésre, alkalmakról alkalmakra, és idáig jutottunk a szinte, ez hihetetlen, hogy az ember így visszagondol, és ilyen örömmel tölt el, hogy igen, ez igaz. Kárpátalja szinten, ungvári járási szinten ilyen együttes, ilyen táncos együtteseknek játszani, egy ilyen szintre valamilyen téren felkerülni, felhozni Kárpátaljának a magyar kulturális életét. Én szerintem ez már valami, és ez nagyon jó. Nagyon jó, hogy akkor valamikor úgy döntöttem, vagy úgy döntöttünk, hogy elkezdünk zenélni, és elkezdjük a helyi régió történelmét, kultúráját megtartani, mert valamikor valójában ez motivált engem elsősorban, hogy már legyen már csak nekünk is itt az Ungvár melléken, legyen már egy együttesünk, legyen egy megmutatható, normálisan meghallgatható együttes, amelyik népzenét, autentikus népzenét játszik, és amelyik tovább tudja és át tudja adni az öregek, a szüleink által öröklött, úgymond géneket, szokásokat, kultúrát a kisebb generációnak, mert éreztük, hogy van egy űr ebben, és szükségünk van erre a ténykedésre. Különben nagyon szeretjük, amit csinálunk. Én az elején, mikor mondták nekem, aztán tapasztaltabb magyarországi zenészek is, hogy én valójában nem akartam semmit, csak játszani. Nem érdekelt az anyagi vonzata, nem érdekelt semmi az a része, hogy csak egyszerűen játszani, és jól érezni magamat, jól érezni magunkat, és jól érezni, és látni azt, hogy más is jól érzi ebből magát. És ez nagyon jó. Egyértelműen, hogy ez, akkor még azokat a dolgokat nem értettem, hogy persze, hogy ennek vannak költségei, vannak ráfordításai, és ez valójában egy harmóniában kell, hogy dolgozzon és működjön minden. Megéreztük a támogatást, amire nagyon nagy szükség volt Magyarországról. A pályázatok, így nyíltak a lehetőségek. Egyértelmű, közben dolgoztunk, ténykedtünk, próbáltunk, felléptünk, tanultunk, és itt vagyunk.